felülvizsgálta a költségvetési rendeletét Dombóvár város önkormányzata. Bár a büdzsé egyensúlyban van, úgy döntött az önkormányzat, élve a lehetőséggel 70 millió forint rendkívüli támogatásra nyújt be a miniszterelnökséghez igényt. Még az évelei egyensúlyt tudjuk tartani. Nyilván ennek megtartása egy folyamatos kontrollt igényel, és minden héten megnézzük, hogy áll a büdzsénk. Ezt másképp nem is lehet csinálni, költséghatékonyan gazdálkodunk. Természetesen azzal a lehetőséggel, hogy rendkívüli támogatásra adjon be igényt az önkormányzat. Tavaly éppen hasonló az idei évben is éltünk, az idén 70 millió forint rendkívüli támogatást kérünk. Természetesen ez a pénz, amennyiben megérkezik, ez nem azt jelenti, hogy ennyi forrás hiánya van ma az önkormányzatnak, hanem saját forrásunkban nem kell átcsoportosítani olyan feladatok ellátására, ami egyébként mindenki által ismert, hogy alulfinanszírozott. Ezzel 70 millióval ezt a problémát szeretnénk megoldani, illetve 70 millió forintot Dombóvárra tudunk fordítani, és a fejlesztésre tudjuk költeni a pénzt, és a bevételeinket nem a működésünkben éljük fel. Három oldalú megállapodást kíván kötni Dombóvár város önkormányzattal, közútkezelővel és a vízközműszolgáltatóval annak érdekében, hogy csökkenjenek a balesetek, melyek a vízelvezető rendszerek utcai fedlapjának rossz elhelyezéséből adódnak. Évente több tucat autós él kártérítési követeléssel a hibás kivitelezésből eredő sérülések miatt. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, közös a felelőssége a tulajdonosoknak, így olyan megoldásra szeretne jutni, mely mindenfél számára megnyugtató lesz. Nyilván két irányba kell megközelítünk ezt a dolgot, hiszen a Dombóvár és minden település útjai két tulajdonosi körbe tartoznak, vagy a közútkezelőhöz, vagy az önkormányzathoz. Nem szeretném kiadni a harmadik felet sem, és az ő felelősségét is szeretném majd megállapítani egy együttműködési megállapodásba, és a november végi testületülésre szeretném ezt a három oldalú megállapodást bevinni, és szeretném mind a három fél számára megnyugtató megoldás születik, de ennél még sokkal fontosabb, hogy a lakosság elégedett legyen ezzel a megoldással, és minimalizáljuk azoknak az aknafedlapokból adódó baleseteknek a számát, amely sajnos már jellemző Dombóvárra és minden városra Magyarországon. A tavalyi esztendőben 45 felsőoktatásban tanuló támogatott a város a Burza Hungarika pályázat keretében. Az önkormányzatunk több mint 4 millió forintot költött el ennek a feladatnak a sikeres lebonyítására. Remélem, hogy az előző évekhez hasonlóan is nagyon nagy érdeklődés fogja ezt övezni, és legnagyobb reményünk akkor adunk hangot, hogyha meglépnénk a bűvös 50-et, vagy túllépnénk azoknak a számát, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzat arról is döntött, hogy vízközműhálózat fejlesztési kérdésekben pályázatot nyújt be. Miután a felmérések azt mutatják, hogy a meglévő kút teljesítménye csökkenőben van. A Gondolási úton lévő kutunk hozama úgy tűnik, hogy csökken, ezért a kút mellé kell fúrnunk még egy kutat, aminek a műszaki előkészítése már meg is történt. Összességében a hálózat rekonstrukció és az új kútnak a furása több mint 70 millió forintba kerül. Ez 70% támogatást kívánunk igénye venni, és 30% saját erőt biztosít hozzá az önkormányzatunk. Remélem, hogy mire már elérünk jövő év nyarára, addigra az új kút elkezd üzemelni, és a kapacitás bővítéssel zökkenőmentesen tudjuk biztosítani egy szolgáltatást a város, illetve a térség lakói számára, hiszen több település Dombóvárról kapja az ivóvizet.